Az Európai Parlament elfogadta a Környezet büntetőjogi védelme című felülvizsgált irányelvet, amely frissíti a környezeti bűncselekmények listáját, beleértve az illegális fakereskedelmet, a vízkészletek kimerítését és az ökoszisztéma jelentős károsítását. Az EU vegyi anyagokra vonatkozó jogszabálynak megsértését is kriminalizálják, magyarázta Antonius Manders előadó, mivel a jogszabály megbünteti a vállalatokat a szennyező anyagok lerakása miatt. Azt hiszem, meg kell állítanunk azt a viselkedést, hogy csak azért, hogy plusz pénzt keressenek, szennyezik vagy megbetegítik az embereket. Szerintem ez bűncselekmény. Szóval jó, hogy ezt most minimum harmonizált büntetőjogi szabályozásként bevezetjük Európában. És még a vezérigazgatót is felelősségre lehet vonni, ha a cég helytelenül viselkedik. Az irányelv valóban egységes szankciókat kíván megállapítani a környezeti bűncselekményekre az EU-ban, és a vállalatokat éves világméretű forgalmuk 5%-áig terjedő pénzbírsággal, a személyeket pedig akár 10 év börtönbüntetéssel sújthatják. 10 év jár azért, amikor valaki megöl egy embert. Tehát akkor itt egy olyan környezetvédelmi bűncselekményről van szó, ami halált okoz. Ez tulajdonképpen gyilkosság. És akkor kapnak 10 évet, ha mondjuk szándékosan teszik ezt, csak azért, hogy pénzt keressenek. A törvényt a parlament szinte valamennyi képviselőcsoportja támogatta. Hivatalos elfogadásától számított 2 éven belül valamennyi tagállamban hatályba kell lépni a rendelkezéseknek.